Jó estét, sziasztok, itt Karvaj, ez pedig a T29 amerikai nehéztank bemutatója. Végre rájöttem, kis segítséggel, hogy hogyan lehet régebbi replayeket letölteni, van ez a VOD.dg kappa, vagy mi a fele nevű honlap, ahol vannak régebbi VOD verziók, és onnan hiába először azzal küzdöttem, hogy letorrenteztem és patcheltem, vagy ilyesmi a klienseket, azok nem működtek, viszont vannak ott a zip-fájban a kész, feltepített kliensek, amikkel nem kell igazából csinálni semmit, csak kicsomagolni. Azzal működik a 9.5-ös ripliek, többet még nem töltöttem le, viszont ma, amikor megpróbáltam, akkor az összes ilyen linkre 404 not found-ot nyomott, szóval. A T29 bemutató is élő csatákkal lesz bemutatva, IP, majd valamikor egyszer talán be tudom mutatni a tankászos replay-emet valami állam, de más nagyon jó csatám nincs is vele régről. Eredetileg ilyen panaszkodós meccsek voltak, mert nagyon nehezen indult ez a tank. Hasonlóan a Jakpanter 2, ez amivel ugyancsak lesz nem sokára bemutató. Szerintem rögtön ezután fel is veszem, illetve tudom, van még a 2-10-es tank, mivel nagyon kések, Object 140 és ilyesét. Lesz valamikor nyugalom lesz, csak nem tudom mikor, de igyekszem. Szóval, T29, Tier 7, amerikai nehéz tank. A tornyos bestia, ugye, alváza nem nagyon van, de ez egy igazi monstrum toronyban, kiváló 105-ös ágyú, már is megnézzük az adatait, de először is a tech train, ugye, fejlesztés tekintetében hogyan is működik ez. M3 línél lehet válogatni, hogy nehéz tankot szeretnénk, közepes tankot, vagy mindkettőt, vagy csak az egyiket, például az M4-et, mert az M4-ből ki lehet fejleszteni a közepes tankágat is, az E2-esből meg a nehéz tankágat is. Viszont ha ezen az úton haladunk, akkor lehet, hogy megspórolunk egy kis kínlódást az M3 Lee-vel, de a T29-et mikor megkapjuk, akkor nem lesz hozzá annyi módon, mintha az M6-ból mentünk volna. M6-ból T29-et most itt lehet hasonlítani, nem fogom felsorolni, meg megnézni az összes modulból mi is az, ami osztozik, de jó pár dologból, motorokból talán pont nem. De például a 9 mini ságyút tovább viszi, rádiót tovább viszi, ezt látszik a közepes tankoknál is. Lényeg az, hogy az ágyú. Van egy 9 mm-es ágyunk, 160-as átütéssel, 240-as sebzés, ez a Hellcat ágyúja igazából, meg az M6 ágyúja is. Ezzel lehet valamit kezdeni, hát ez szinten stock tankként. Ezzel viszont nem nagyon. Ez a 76 mm-es pötyögtetős ágyú lesz az, amit kapunk, hogyha az E2-esből húzzuk a tankot, mert innen nincsen nagyobb kalibert, van egy 105-ös, de hát azt rá se lehet tenni, nem ez a fullos. Szóval amikor megszerezzük ezt a tankot, van ugye 65 tonnásak vagyunk, jó nehéz jármű, karakterisztik 63. Két torony közötti különbséget ki lehet matekozni tömegben, miben is különböznek. Pár száz kilogram. Igazából szerintem a Lance Tap-al érdemes kezdeni, ugye emlékszem, hogy kellett a Lance Tap a dolgokhoz. Talán még éppen ilyen töltésgyorsító, ventilátor, vertikális stabilizátor, ezek felmennek Lance Tap nélkül, de több már nem hiszem, talán azok sem nyújtanak az alaptömeg egyáltalán valami, na mindegy. Szállítás ágyút összehasonlítjuk ugyancsak a 90-eshez, ott is látjuk a különbséget. Csak pár száz kiló, ugyancsak 350. Motoroknak a tömege nem nagy a különbség, ugye inkább csak lóerőben nő. Nem érné meg, hogyha sokkal nehezebb lenne a motor. Szóval a lényeg, a Lance Tap kell, torony kell, ágyú kell, torony a legvégén kell, mert a 105-ös ágyút rá lehet tenni a stock toronyra, és a stock torony vicces módon egyébként ugyanaz a torony, ami rajta van a T30-en és a T34-esen, fullos toronyként, az a T29 stock toronya. A fejlesztett torony viszont nincs nagy különbség a páncélt között, viszont a látótávban egy hatalmas előrelépés, 30 méter, nem olyan hatalmas, de lényeges, sokat segít. Picit jobban is van döntve, és ami fontos, lehet, hogy nehezebb a torony, de gyorsabban tölt vele az ágyú. Tehát amikor stock toronnyal voltam, 105-ös ágyú, az ilyen 12 másodperc környékén töltött. Úgy, mint egy ilyes ágyú, pedig nem 390-es sebes, csak 320-at. Ezzel viszont már, ahogy majd láthatjátok, 9,5 másodperc környékre felgyorsult a töltésidő, tehát rengeteget számít. Persze a legénység is javult azóta. Ha már legénységről beszélünk, képességek, hát javításnak azt, hát javítást ajánlok mindenképpen, majd esetleg egy edit alakulat. Ugye az M6-hoz képest van egy plusz töltősünk, egyel kevesebb lövész, egyel több töltős, remekül lehet variálni. Az új 600 kredites vagy 500 kredites átalakításból van is mire költeni, hogyha a lövészünket át akarjuk pakolni töltősnek. Nem kredit, arany. Jó drága mulatság. Aztán parancsnoknak én tettem egy ilyen Jack of all trades, ami hogyha kiesik egy legénység tag, általán rádiós meg szokott halni, vagy esetleg a sofőr, vagy egy töltős, akkor tudja helyettesíteni.
Igazából ezt azért tettem rá, mert nem nagyon volt más ötletem. Lehet jobban jártam volna egy látótávneveléssel, tehát jobban jártam volna egy látótávneveléssel, ugye a Rickonnal. Majd egy hatodik érzék lesz belőle, mentort nem nagyon akartam, de akár az is lett volna ennyi erővel. Átszállásnak semmi értelme nincsen, a következő amerikai nehéz tanok sem lesznek kisebbek, a T-32 talán picit alacsonyabb, jobb átszával, de nem lényeges igazából. Úgyis közel harcolunk ezekkel a tankokkal, vagy tornyozunk, ahol látnak minket. Offroad vezetés az nem rossz, egy nehéz tankról, vagy elég nehéz tankról van szó nagy a tömeggel, tapad a talajhoz rendesen, nem árt az offroad vezetés, nekem egyébként ez az egyik kedvenc képességem. Érződik a különbség, amikor egy nem offroad vezetéses tankról átülök egy offroad vezetésesre, sokkal kevésbé tapad a talajhoz. Kellemes különbség. Rádiósnak adtam egyébként látótávnövelést, ahogy elnézem, azért a 398 méterre, a parancsnokon is az lenne, akkor még messzebb látnék. Most 400 méterig látok majdnem. Kis ilyen pillanatkép a lövésznek, miért ne? És ugye erre a tankra 7-es szintűként rá lehet már tenni a vertikális stabilizátort, nem tudom, hogy az M6-ra lehetette. Mindenesetre jobban megéri, mint egy célzás gyorsító, amúgy se céloz túl lassan, ez az 2,3 esetet teljesen jó, inkább csak pontatlanul 0,42. A német és a szovjet ágyúk között van nyilván. Az átütése 200 méter, ezt nyugodtan lehet kerekíteni. Mikor 25%-ot szór a randommal, ugye, hogy minimum maximum, akkor ez a 2 mm nem számít, ugyanúgy a T-54 201 mm-et is lehet 200-nak kerekíteni simán. 3-20-as átlagsebzés, aranylőszerre ugye van 2,45-ös átütésünk, ha szükség van rá tier 8-asok ellen, 9-asok ellen nem irányosokat, akkor ott van. Repesszel meg 53, olyan sok mindenre nem lehet ezzel átütni. Ja, esetleg pár tankvadászra, vagy hát ilyen papírtankokra, amikkel nincsen igazából semmi páncél. Van belőle néhány repesz, repeszteni kell egy bázist, vagy láncolni valakit, vagy egyszerűen nem látok el rendesen, de inkább a... nem nagyon szoktam más lesz, mint az AP-t. Gyenge pontokról, az egész alváz, elég gyenge, 102 mm vastag csupán, elég jól döntött, hát annyira nem jól döntött, de mondjuk belefér. A géppuskás a rádiós, szóval ezt könnyű beütni, könnyű megölni a rádiós klasszikus. Alapvetően a tanknak nem nagyon van alsó lemeze, de a felső lemez is elég puha, tehát hogyha valaminek van mondjuk 140 mm fölötti átütése, könnyedén belövi. Nem kell több átütés hozzá, mint az E2-es sörömpáncéltávhoz gyakorlatilag. Szóval nem igazán nehéz tankos, az igazi ereje a toronyban van, ez már egy amerikai nehéz tank, úgy igazán. A kupolát persze be lehet vágni szemből, főleg, hogyha egy kicsit feljebbről látunk rá, vagy hasonló, a kupola nem olyan viszonylag páncélozott. A 122 mm-ek 175-ös átütésével, szovjetekre gondolok, esetek mondjuk 50%-ában be lehet ütni, attól függ, hogy hol találjuk el, ugye ez nem egy pontos ágyú, picit random, hogy milyen szögből érkezik a lövedék. És tapasztaltam az volt, főleg az elején ez a tankol, amíg ki nem tapasztaltam, hogy hogyan is lehet vele mozogni, az, hogy ez nem annyira egy nehéz tank, inkább egy fegyverplatform, egy nagy ágyú, ami szállít egy test, mint mondjuk egy tornyos tankvadász. Mert, ahogy mondtam, nem túl páncélt a teste, könnyen be lehet ilyen formán ütni a vele egy szintűek számára, nem egy kemény célpont. 1250 életerő az nem túl sok, ennél kevesebb csak az IS-nek van, 1230, meg talán az AMX-nek 1200 van. M445-nek nem tudom, annak hirtelen hány HP van. Lényeg az, hogy nincs túl sok életerőnk szintünkhöz képest. Nem vagyunk túl mozgékonyak, nehezen fordulunk, nagyok vagyunk, lomhák vagyunk, az ágyú picit lassan tölt, az átütés nagyon jó, ez inkább ilyen közepes és távoli hatótávolságról jó. Közel az, mert egy Tiger 1-es meg tud minket enni gyakorlatilag, mert nem fog rólunk lepattanni, hogyha az egész testünkre rálát, nem csak a tornyunkra. Egy IS vagy egy KV-3 is kihívás lett közel harcban. Lényeg az, hogy ne lássanak rendesen ránk, rejtőzködjünk, a tornyunk lesen, csak látható, hogy az ágyunkkal büntetünk, a tornyunk megeszi a lövéseket, a testünket rejtsük el, az csak arra, hogy szállítsa ezt a löveget. Üdvözlően egyébként 9,62 töltésidő. Egyébként ugye ezt a tankot sokan a legjobb tier 7-es nehéz tanknak tartják. Vannak, akik egyenesen a legjobb tier 7-es tanknak mindegyik fajta közül. Még ezt nem vitatom különösebben, tényleg egy nagyon hatékony jármű, és egy ilyen, ahogy a parancsnok is, Jack of all trades, mindenben jó valamilyen szinten, és a tornyozásban egészen kiváló. De nekem annó, mikor a páncél az fontosabb volt, akkor a KV3 az jobban bejött, bár persze akkor nem játszottam T-29-et, hogy annak milyen lehetett, akkor a páncél szerintem nem túl sokkal jobb, mint most, mert a KV3-mal már akkor is beütöttem közelharcból. KV3-mal az volt a probléma, hogy lomha, mint ez, nagy, mint ez, és könnyen gyullad.
Az IS egy nagyon hatékony kis tank, az IS-2-t várom, hogy egyszer eljussak oda a kínaiaknál, hogyha lesz rá időm. Annak egy fejlettebb páncélhatalma, mint a sima IS-nek, kicsit több HP-ja, ugyanaz az ágyú, szóval kíváncsiak rá, hogy az milyen lehet. A Tiger 1 az ugye one trick pony, tehát egyetlen trükkje van, aztán kész, az, hogy snipe-olni tud, és nagyon nagy DPM-e van, de nagy darab, nem jól álcázott, nincsen semmi páncélja, könnyen sérülnek a modulok benne. Hát még esetleg az, hogy sok HP-ja van, de hamar le lehet kaszálni róla. Igazából, tehát az teljesen távolságtartós tank. Az AV-szem 445 nagy darab tank, mozgékony, de nincs páncélja. A T-29 sem egy tökéletes nehéz tank, amiben nagyon jó az az, hogy egy fegyver platform, nagyon jól tud tornyozni, ezt már nem tudom, hogy hányszor mondtam el, de tényleg ez a legnagyobb erőssége az ágyúja mellett. De alapvetően maga a tank platformja, az nem a legjobb, nem túl jó páncélt, nagyon lassú, nagyon lomha, nagyon nehéz. De fejlett fegyverzete van, fejlettek a moduljai, lehet rátenni vertikális stabilizátort egy modern tank a szintjén. Én szerintem nem tartom meg végelegesnek, hogyha lenne végtelen krétem és végtelen garázs helyem, vagy hát legalábbis picit több, mint van, és gyorsabban menne a legénységképzés, mint jelenleg, akkor megtartanám, mert mókás egy tank, jól el lehet lejátszani 7-es-8-as szinten még. De tovább kell adni a T-32-t, ezért is mutatom most be, hogy el tudjam adni, és a legénységet át tudjam pakolni. Kíváncsi vagyok, hogy ez milyen lesz TL-8-ban. A csapatcsaták egyik kedvenc járműve. Ugye most, hogy az IS-3 lehet nerfel, mindjárt megkapja a HD textúrát, az utolsó nerfet, amit kap a közeljövőben. Kíváncsi vagyok, hogy akkor mennyire fognak rá panaszkodni. És ugye a vertikális stabilizátorot is szeretném áttenni a másik járműre. Szóval lássuk, mit is tudok én, az a nagyon jó nehéz tankkal kezdeni a csatamezőn. Kiváló matchmaking, pálya nem rossz, gyorsan bedobott egy tier 7-es csatába. Picit nehéz tankedni, mert van az ellenséges csapat. Nekünk van több közepes tankunk, ha ez jelent valamit. Illetve egyáltalán 7-es tankunk, ugye az a tüzérségünk. Ugye az ellenfélnek 3 tüzére van, nekünk 2. Van itt minden. Lássuk át, hogy is tudok fordulni. Picit jobban, mint egy szovjet tankkal, szovjet nehéz tankkal, mondjuk egy... Hát a KV szériára gondolok konkrétan. Kis dugó alakult ki az M0-áson. Irányos sivatag. Lehet a másik oldalra lenne érdemes mennem, mert itt kevesen leszünk. A francba. Annyira nem vagyok lassú, egy 27-tel, 28-tel, 30-tel el tudok mozogni. Épp csak nem vagyok túl gyors sem, tehát... Elérem a végsebességemet, hasonlóan, mint az L2-es Sherman, gyakorlatilag. Oké, az ellenséges IS-2 erre jön, akkor már nem érzem magam annyira rosszul, hogy ide jöttem. A Challenger egyedül fogja tartani azt a frontot, úgy látom. És a csapat másik fele megáll sznájpolni. Jól van, érdekes. Elhelyezkedés. Jön velem a VK Heavy. Tehát lett lakítva a pálya. Ja, itt, hogyha közelebb mennénk, mint régebben, vagy kisebb lenne a távolsága. Tuti felálltam spottolva, igen, ott is van az IS-2. Hello. Belelőtt egyet a földbe, szerencsémre. Hú, de pocsék. Pozícióban vagyok. A VK lefejelte, eljöttem a lövést, az ELC meghalt, úgyhogy akár közelíthetek is közelharci távolságba. Közelről jobban leszek, mert nem leszek ennyire kiszolgáltatott pozícióban. A44 flankkel. Hátát látjuk az IS-nek. 290 volt a sebzés, nem 400, amúgy ugye 320-szal, 240 és 400 között sebzek. Egyszer sebeztem talán 400-at, amire emlékszem ezzel a tankot. 83 az állás, ez egy erős 15-3-as, vagy valami annak a környékén. Nem lesz egy hosszú meccs, úgy érzem. Ez tényleg át lett alakítva ez a pálya? Nem. Nem tudom. Jön fene. Nem ismerős ez a hely. Szóval nem vagyunk fürgék továbbra sem. Dolgozik az a 800 lóerő, vagy mennyi van nekem. Hadd lőjek már meg valamit, mindjárt vége a csatának. Hello, T-15-ben. 200 mm-rel ott vágom be, ahol akarom. Oké, ennyit az elméletemről. Szerencsére elszúrta a lövését, végig kinyírta, és Kőnis ágyújával, gyors DPM-mel belap mindent. 15 hét az állás, majdnem
Megkockáztattam, de sajnos nem volt szerencsém. Dickermark szép, hogy él. Menekülődöm a sebzés. Túlsó fronton van még T25 AT, meg Tiger, de oda sem fogok már eljutni, mert minden annyival gyorsabb nálam. Tessék, 35-tel megyek, ez a végsebessége a járműnek. Hát, van inkább csak ilyen 30 km/h környékén halad. Damage, ja, én is így vagyok vele, barátom. Jó lenne, ha odaérnénk a damage-hez. Nem futna el. Susszáz megtalálta a tigrist, Tiger meglőtte a Susszázat. T-37 is megérkezett, abban már nincsen semmi. T-25 AT és én közöttem van egy árok. Nem látok rá, mire odaérek, halott lesz ő is. Vagy az A44 lesz halott, ki tudja. Hoppá! Viszont T-37 most nyugodtan kitálaszhat szegényként, és jön a tüzérség! Jön TD-zni a végére. Francia tüzérrel kell játszani, abban van sebesség. Jó, hát ez egy gyönyörű meccs volt, 935 sebzés. Majdnem csatáztam is. Megnézzük a szerviz rekordomat ez a jármű, tudj is így van. Ez volt a jármű a 139. csatám. 60%-os győzelemire, ugye ilyen kis szinten a hozzám hasonló noobok is tudnak alkotni. Páncél hatékonyságom az ilyen 687. Ez ugye átlag az összes csatából. Ez főleg abból jön össze, hogy amikor tornyozok, akkor tudok tankolni 1000-1500 sebzést is a fejemmel. Amikor nem tudok tornyozni, akkor meg HP van jelenben, de az ide ugye nem jön, az rontja a páncél használási hatékonyságomat. Átlag sebzés 1445, a tank életereje 1250, úgyhogy picit fölötte sebzek. Ez ugye kb. 5 lövés, 5 átütő találhat egy meccsen átlagban. Előzőleg ez nem jött össze, 903 kapott sebzés, ennyit szoktam átlagban sérülni. 361 assist, az lényegtelen. Most nem spotoltam semmit, amúgy az előzőleg még egy volt. Maximum XP-ként összejött 2000, maximum damage-ként 3700 és 7 kill. Díjakból van itt nekem 3 Top Gun, 4 szánysegéd, 5 acélfal, 2 foglalás, 1 védés. Néhány másik, 2 csillag van a tankon. Lássuk, valami igazi csatát menjünk már. 8-as szint, egyet több 8-as tankot. Nem 43 az 8-as vagy 7-es? A 8-as akkor szomorú leszek. Szerintem 8-as, mert annyival van több artiuk akkor. Igen, 8-as szakaszon vannak. Hát a T29-nek egy ilyen szokása, bár lehet azért, mert ez van ugye az ABC végén. Hogy ha van az NS-nek bónusz 8-asa, akkor az egy R3 szokott lenni, mert az is elég jó végén van az ABC-nek. És mondjuk nincs tüzérség, akkor rendszeresen látok, hogy a T29-emmel szemben van egy R3. Ebből jön az a kis viccem, hogy az R3 az valójában egy 7-es tank. Mindegy, most ugyancsak egyáltalán 8-as adott az ellenséges csapatnak. Szóval merre lehetne itt alkotni, T-29 között itt már igazából nincsen semmi, amit ne ütnék be. Azzal nincsen probléma, csak nagyobbak az ágyuk. Itt több HP van, amit le lehet szedni. És vannak a T-34-esek, ahogy mondtam, a T-29 stock tornyuk, az ő tornyuk. Nekem ugye vannak ezek a füleim, az nem hitbox. Régebben át lehetett ütni, meg lehetett sebezni, az egy rövid ideig tartott, aztán ezt kivették, mert rájöttek, hogy talán hülyeségek, még a kupola azt hagyján, de ilyen hatalmas gyenge-gyenge pontokat rátenni. Egy tankra, aminek a lényege a tornyozás. Jó van, oké, jó van, jó meccs volt. Örülök, hogy ő van velem egy vonalban a T-8 rohadt tankvadászával. Nem azért tankvadász, mert tankra vadászik, én vagyok a tank. Jó van, akkor van egy lövésnél életerőm, így van legalább egy kis kihívás a játékban, mert már úgy is panaszkodtam, hogy túl könnyű ez a játék. Lényeg az, hogy többet ne lövjenek meg. Nem kellett volna a bázist elhagyva kempelni. Maradtam volna a bázison. Most mit csináltok, srácok? Ja, blokkoljátok a látásom. Próbált beütni a torjom. Nem, hogy mindjárt rámokádik egy másik tüzérség is, vagy ugyanaz, mint az előbb. Úgyis már betöltött. Magic. Póza nagy varázsló.
Gyere picikén, legalább egyszer lőjelek meg. Amerika kommandó. Hol vannak a tankok? Hol az ütközet? Lemaradtam. Kell, lement az ágyúja alatt. Ja, nincs a hatodik érzékem egyébként, de tehát lát engem. Te jól nézni, gyere blokkoljál. Gyere blokkoljál. Igazából én blokkolom őt, mert nem is érdekel. Az egy maxos lövés. Ez ott a tüzérség, nem kellett volna kempelned a fronton. Hoppá! Hello! Na itt láthatatlan tőlem, ez 4-2, jó kis álcaja lehet. Picit elszámoltam, picit bajba vagyok, picit meg leszek lőve. 3-2, mellém lőtt. Ott a tüzérség a hegytetőn. Természetesen egy kettővel vagyok igazából most még elfoglalva egyelőre. Gyere! Gyere bátran! Tüzős nem fog rám kapni, mindjárt vége a mesnek, még kevesebbet sikerült sebeznem, mint előzőleg. Vagy mégsem? 1000 sebzés, hol a tankászom? Van még valahol egy GVT-GRP. Te még úgy csődöttél meg. Gyere. Mi az a lyuk? Három a pancer, igazság. TL8 ismét. Hopp, most a kávéáron van egy csomó az RM, tehát látjátok miről beszélek, ez rendszeres. Nosok akkor van egy több 8-asok, nekünk van egy több 5-ösünk, balansz. Itt van egy jó kis tornyozós hely, amiről mindenki tud a Ruinbergben, ahol be tud lőni a tüzér egyébként. De teljesen mindegy, mert aki először odaér, az elfoglalja, aztán dudakodnak érte, lögdösik egymást és tök jó pozíció. Tank Tiger 001. Hát már majdnem BK36013, meg futom haladsz a Tank Tigerethez. Egyébként kivághatnám ezeket a gurulós részeket, de párat bemondjuk, hogy lássátok a mozgékonyságát a járműnek. Hogyan megy itt a kövezett út. Hát lomhán. Amit lehet tervelni, ez egy ilyen nehéz tank. Megteszi, amit meg kell tennie. Itt látjátok, már is útba vagyok pár embernek. VZ-100-et így meglőttük, jöhet az AMX, mindjárt bekapja fejjel a lövedéket. Nem, én kapom be fejjel a lövedéket, mi fene? Mi? A franc. Aha, no. Ez egy jó tornyozós tank egyébként. Ez az erőssége, más nincs is neki. Nem akarlak blokkolni 50-100, bocsáss meg, csak várom, hogy mikor fossam a tüzér. Zárdogálok egy darabig, de úgyse fog történni semmi. A vizét lefoglalták máshol, lehet közelebb kéne mennem, nem tudom. Még egyre várakozok, ezt sugalja nekem az ösztönöm, hopp, ott is van. Megjött a főnök. Sidescrape-elni próbál, vagy nem is tudom, hogy rám akar ezt figyelni, vagy másra, vagy mi van.
Ez még inkább, hogy nem tudunk-e valamiről lőni. Tudunk hát. És ha összesen nem csak az AT nem tudja, hogy itt vagyunk, mert nincs ekkora látótávja. 390 méterre van. Sikerült láncolni más nem, viszont a Chariotiros fel fog minket spotolni, az AMX fel fog minket spotolni, nem tudom, hogy visszavonulja. Még egyelőre meg vagyunk. Csak az AT-t ki kéne szedni. Én már nem tudom. Várj, itt a Chariotir. Lagol a harang! Nem a Chariotirral, opá, lesz a legnagyobb probléma, hanem a Jak Panther 2-vel, ami ugyancsak kint van valahol. Még javítunk. Onnan már talán nem fognak engem oldalba lőni. IS-3. GZ-101. Az IS-3 a miénk. Remélem ő se fog oldalba lőni. Ez esetben annál inkább. Jó, az AMX a bázisunk környékén van. Ott az AT, sikerült spottolnom. Talán én spottoltam, talán mégsem, mivel nincs is a látókörömben. Hopp, ott a Chariot. Kicsit akadok, nem tudom. Haja 30 FPS. Ezt nagyon elszúrtam. Sweep Pershing odaveszett, Jak Panther engem célhoz, hála az égnek. Elhibáztam, ő is elhibázta. Lenyűgöző, én gyorsabban töltök, visszavonulsz, vagy itt fogsz állni? Biztos gyorsabban töltök? Tiger rágya van rajta, vagy normális? Mi a fene? Normális! GG! Ügyes vagyok! Most még többet sebeztünk, mint eddig. Haladunk, mint a... Ha hárman tudunk foglalni és nem reszetlenek, akkor meg lehet nyerni, de ugye egyébként buktuk foglalásból. Tankos játékot nem tudjuk megnyerni, mert van két karika a pályán, és miénk az gyorsabban lesz az ellenség karikája. A végén még a rövid 88-as lenyomja az AT-t. Dicső cselekedet lenne. Gyorsan tüzér, azt hittem, hogy reszeteli. Hú. Nem sikerült. De győztünk. Igaz, hogy belehaltam a folyamatba. Menjünk még egy bónuszkört. Hiányozni fog ez a tank, határozottan. Tényleg egy jó kis jármű. Vannak neki hátrányai, TR 9. Ez most a 32-vel még többet fogom ezt látni ugyanezzel az ágyóval, szóval hozzá kell szokni. Csak T-32-nek komolyabb tornya van, ugye nehezebben beüthető, talán, remélem. És a teste sem annyira gagyi. Talán, remélem. Szóval, hova? Hova Buda? Szerintem felmegyek. Nem is tudom, van itt mások nehéz tank, az igen. Tényleg meg szokott jelenni valami jármű. A könnyű tankokon már áll a bál. Lehet nincs is értem itt megállnom. Egy tigris. Kámjármunkat viszont meglőtte valami, szóval mégis tudod, csak lesz ott valami, amit nem láttam. Az volt a vasúti kocsi. Kávjárom, azt nem érdekli, hogy megy. Ó, itt aztán rassolunk, viszont a T43 mögé került a tankjainknak valahogy. Itt meg vagyunk rakodva csupa kisebb szintű tankokkal, ez a pozíció az nagyon túl van tömve. Valami rám lőtt, azt hiszem, talán. Oké, viszlát. Csak a tornyát látom a T-Amisznek, elég ijesztő látvány. Tigris szerintem gyere vissza. Az ellenség már a Spice-ban, nézzétek meg. Körbeveszik a tankjainkat a túloldalon, megyek vissza szerintem. Úgy is elakadtunk rendesen. Tigris belül minket innen. Meglőjem a Tigrist, lövöm a Tigrist. Gyere Tigris. FCM úgyse találja el. Húha, mi a fene történik itt. FCM takar. FCM takar. FCM takar. Jó, van, akkor játsszál.
Meg az a T-54. Kettőt az állás, vagyunk elítve délen. Ez milyen egy elcseszett meccs, wow. Wow, senki nem ott van, ahol kéne, én se. Nem tudom, hogy hol kéne lennem, mert azt hittem, hogy... Nem gondoltam, hogy ennyire blokkolja majd mindenki, mindenkit. 3-8. És előzőleg talán mind a három meccset nyertük. Ideje volt a bűnhődésnek. És a teljes déli front elesett. Nincs más hátra, mint kempelni. De a másik oldal is elesett. Jönnek a seggembe az ellenséges tankok innenstől kezdve. Ez nagyon jó. Senki nem tartott semmit. Akik megmaradtak, szétszedtek középen. Nézzetek, hogy futnak. Akkor majd gondolom, hogy megpróbálok itt tornyozni, vagy ilyesmi. Ah, az az igen. T-44 mindjárt a seggemben lesz. Most már csak megpróbálok sebezni egy keveset, mert ezelőtt nem lőttem semmit. T-29-es mindjárt a seggemben lesz. Pláne így! Nagyon jó! A tornyom nem fordul elég gyorsan. Ahhoz, hogy lehessen belőle. T-44 is megérkezett a pokomba. Hello. Ezt a csatát kérlek felejtsétek el. Egy öltönyös férfi nyilván megjelenik vagy a szobátokban. Ne jegyetek meg. Fog egy kis ceruzát, villant vele. Nem fogtok rá emlékezni, mindenki jobban jár. Karabi voltam, ez itt a T-29. Első három meccs jó volt, utolsó rossz. Nem ez a lényeg, majd talán egy tankászt is megmutatok vele, hogyha nem 404 not found lesz a játék, és vezessetek óvatosan. Sziasztok, voltam Karvaj.